Ezen a héten megkezdődtek az érettségi vizsgák. Hétfőn a Batthyány gimnáziumban jártunk, és megkérdeztük a diákokat, hogy érzik magukat a magyar írásbeli után. Mik a terveik jövőre nézve, milyennek látják esélyeiket? Lássuk ezt a beszélgetést. Hogy érzitek magatokat most, hogy vége van a magyar írásbelinek? Jól, felszabadultam. Kicsit megkönnyebbültem talán. Mire számítottatok? Mit fogtok írni ma? Én Adira számítottam, fel is készültem belőle. És a Berzsanyi vagy a másik? Abszolút át sem néztem semmi, de könnyű volt, könnyű. És végül is nem azt választottátok? Vagy melyiket írtátok? Berzsanyit választottuk. És nem is készültél, és mégis könnyű volt? Hát, de is készültem, mert az érettségítételek között szerepelt. Ezért tudtam megoldani a feladatot. Hogy érzed, izgultál, vagy hogy érzed magad most? Mert én tudom, én amikor érettségiztem, nekem minden bajom volt akkor. Hát az elején nagyon izgultam, és amikor megláttam a tételeket, akkor rögtön úgy kicsit úgy éreztem, hogy világosabb lett minden, és talán valami sikerülni fog. Hogy érzitek magad? Most már egyre jobban. Most kitűnő, csak már éhes vagyok. Hallottam, hogy a ballagáson te is valami érdekes dologgal ballagtál. Itt, ami még nem volt az iskolában. Mesélnél erről valamit, és elmondanád, hogy mi is ez tulajdonképpen? Ugye Kanizsának Kovászna a testvérvárosa. Kovászna Erdélyben van. Nem csak egy megye neve, hanem egy város neve is. És Kovásznáról egy orvos házas pár, amikor gondolom itt jártak, megegyeztek. 15 kopjafát felajánlottak az iskola végzős tanulóinak, és hát én is ebből kaptam egyet, és ezzel ballaghattam. Nem tudom, hogy miért éppen engem választottak. Azt hiszem 15-en vagy 20-an voltunk, amik kaptunk ilyen batyút, amiben volt erdélyi föld és kis üzenet. És az üzenet az mit akart? A szabad kíváncsiskodni. Végül is az alapítók címei voltak benne, a két kovásznai orvos. És hogy érzed, amikor ezt a fokost, és vagy ezt a, minek mondják, kopjafát? Igen, kopjafát, és a tarisznyát megkaptad, ez jelentett számodra valamit? Hát jó érzés volt, az biztos. Tovább fogsz tanulni? Hát szeretnék. És hova? Az ELTE, magyar-francia szakán. Ez egy csodálatos dolog lehet. Franciával sokat foglalkozol? Hát foglalkozom, csak nyelvvizsgám nem sikerült sajnos, 2 pont kellett volna még, de azért meg szeretnék kimenni dolgozni előtte. Tehát nem, idén most nem felvételizel? De felvételizem, csak hogyha nem sikerül, akkor. És hogy érzed, milyenek az esélyeid? Úgy hallottam, az ELTE-re nagyon nehéz bejutni, főleg humán szakokra. Igen, lehet, hogy többet kellett volna tanulni, mint eddig, amit tanultam. Hát jelentkeztem Kaposvárra, a Csokonai Vitéz Mihály tanítóképző főiskolára. De mellettem még Budapestre egy kertészeti szakközépiskolába, és van egy olyan lehetőség is, hogy Marcalébe egy gazdaszonyképző iskolába is jelentkezhessek. Tehát egyszer a 3 helyre adtad be a felvételidet, vagy a jelentkezési lapodat? Igen. És mind a 3-at meg is próbáltad? Igen. Mind a 3 sikerül, akkor végül is melyiket választod? Hát nem tudom még. Lehet, hogy a kertészetit. A kertészeti szakközépiskolát? Igen. A tanítóképző főiskolát? Nem. Nem, mert nem biztos, hogy 3 év múlva, hogyha végzek, akkor lesz valahol munkahelyem. Én most kiadok egy évet, és jövőre fogok majd felvételizni. És gondolod, hogy egy év múlva jobbak lesznek az esélyeid? Hát nem tudom most. Ez a felvételi, ha lesz, ha nem lesz jövőre, ezt még nem tudom most megmondani. De talán jobbak lesznek. A múlt hét egyik legizgalmasabb esemény a ballagás volt. Operatőreink a Batthyányiban, a Mezőben, a Zsigmondiban és a Cseriben jártak. Oh!
megpróbáljuk itt is felcsavarni a szőnyeget, de ez itt úgy látszik, hogy nem megy, de a Batthyányiba sikerült. Valamint megkérdeztük őket, hogy mik voltak azok a legjobb dolgok, amik az elmúlt 4 évben történtek velük. Válaszoltak. Az osztálykirándulásokon megjelentem, kaptam egy igazgatóit, meg egy osztályfőnökét. Ezek voltak a legjobbak? Igen, ezek a legjobbak, ettől már csak rosszabbak vannak. Itt marnál még pár évig? Itt marnál még pár évig? Még csak 1 évig maximum. Miért? Nem tudom, a szívem úgy visszahúz, ide húz vissza a szívem. Ki volt a kedvenc tanárod? Nekem olyan nem volt. Most kapja ezt a virágot. Mi volt a legjobb, ami történt veled az iskolában? Mi volt a legjobb, ami történt? Az ilyen nehéz kérdések. Legrosszabb? Kaptam egy igazgatóit. De nem tudtam meg. Hogy érzed most, hogy jövő héten érettségiznek, és most még itt bulizhatok? Örülünk neki. Parti van, merjék olyan az örömünket a közelgő érettségű. Parti. Izgultok? Nagyon. Mi volt a kérdés? Izgultam. Igen, még nem volt akkor izgultam. Azért mégis csak a legfontosabb a megmérettetés, az érettségi. A múlt héten megkérdeztem a diákokat, hogy hogy készülnek erre a napra. Hát végül is az irodalomtól nem félek annyira. Megnézem majd a könyvet és a szöveggyűjteményt, belolvasom a verseket. Ezt még nem tudom, hogy milyen tételt adhatnak, mert semmilyen évfordulóra nem tudunk. Hát bízom benne, hogy valami könnyű verselemzés lesz, és ezt meg tudom oldani. Hát mondjuk József Attilát, azt szeretem, az jó lenne. Milyen tételre számítasz magyarból? Nem számítok semmilyen. Hát talán Arany János, vagy Radnóti, József Attila, Kosztolányi. Ezekre számítok. Én nem számítok semmire, mert ezek után, ami tavaly előtt volt, bármi lehet, szóval előre szerintem nem lehet megmondani, hogy mi lesz. Hát nálunk az osztályban nem volt róla, szóval a tanár úr azt mondta, hogy nem érdemes találgatni, mert ezt nem lehet kitalálni, hogy mi lesz. A csacsiság arra gondolni, hogy most például Juhász Gyula évforduló lehet, és akkor most Juhász Gyula tétel lesz ennek. Nagyon kicsi a valószínűsége, sőt semmi, hiszen az elmúlt években voltak ilyenek, és akkor olyan dolgozatokat írtak, mondjuk Adiból írtak 10 oldalt, és abból 7 oldal életrajz volt, teljesen értékelhetetlen volt, és nem ért el végsősorban az érettségi azt a célját, hogy olyan képességet szerezzenek a tanulók, hogy ismeretlen szöveget, vagy félig ismert szöveget tudjanak értelmezni,
tudják arról az ő gondolatokat kifejteni és azonosulni az írói üzenettel. Te hogy készülsz az érettségire? Hát sehogy, legalábbis az írásbelire nem, hát arra nem tudunk különösképp készülni. Mi 4 éven keresztül írtunk ilyen értekezéseket, kellett írnunk többet is. Hát ugyanilyet kell majd érettségin írni, úgyhogy nem fog gondot okozni. Végül is most már nem tudok arra sok mindent készülni, mert vagy tudom, vagy eddig megtanultam, vagy ezután már nem fogom megtanulni, úgyhogy teljesen mindegy. Hát ahhoz kaptunk pár instrukciót, hogy mégis hogyan kell annak kinéznie. Meg az osztályfőnökünk mondta, hogy jobb, ha vázlatot írunk, meg minden ilyesmit, meg megmondta a terjedelmét. Hát végülis szerintem nem lesz valami nagyon nehéz. Általában vannak ilyen babonák, hogy most hozom a kabalámat, a kedvenc tollamat. Nálatok van ilyen? Hát előfordulhat. Én például ilyen kis békákat gyűjtök, és valószínűleg elhozom a kedvencemet, hát ha szerencsét hoz. Hát nekem igazából nincsen esetleg nem tudom, valami fényképet, hogy valamit hozok magammal. Hát mondjuk, hogyha a bátyámnak a fényképet elhozom, akkor biztos mindjárt jó kedvem lesz. Milyen lesz a május 12-i reggeled? Hát általában, mint minden reggel, gondolom fáradt leszek. Eljövök a suliba. Hát ezen kívül nem tudom még sokat mondani, nem tudom. Hát azért másnapos biztos nem leszek, mert előtte tanulni fogok. Hát de úgy tervezem, hogy nem ilyen táskák szemekkel fogok bejönni, hanem végülis nem az utolsó pillanatra fogom hagyni az összes dolog átnézését, végülis beosztom a dolgokat. A utolsó nap már nem hiszem, hogy fogok annyit tanulni. Hát majd meglátjuk, mi sült ki belőle. És hogy mi sült ki belőle? Hát ami a másnaposságot illeti, egy kicsit az voltam, mert még tegnap reggel még a kólában voltunk, meg az Old School-ban. Előtte meg az osztálytársaimnál volt egy ilyen ballagási buli. Hát de azért a felkészülésem az megvolt. Úgy gondolom, hogy ez az írásbeli ez rendben le is ment. Hát még az volt a szerencsém, hogy Adit átnéztem még reggel. Pont azt választottam. Hát végülis nem volt olyan nehéz a fogalmazás, mert ugyanebben a témában volt nekünk már egy előző iskolai dolgozat. Végülis hasonlót írtam most is. Amikor legutóbb beszélgettünk, akkor azt mondtad, hogy számít az Kosztolányira, Arany Jánosra, illetve Radnótira, egyik sem jött be. Melyiket választottad a három közül? Petőfit. Hát azért Petőfit választottam, mert talán ő a legismertebb költő az országban. És őróla már általánosban is nagyon sok mindent tanultunk, meg itt is. Ezért. Adit választottam, mert úgy éreztem, hogy a 20. század kortörténete aztán nem annyira nehéz, mint mondjuk a 19. századé, mert 20. századot azért idén tanultuk, és azért valamivel több maradt meg, meg többet néztem át belőle, mint a többiből. Hogy érzed, nehezek voltak ezek a címek? Hát őrként azért nehéznek érzem, de a másik kettő az nem, mert elég híres költőkről van szó. Hogy sikerült a magyar? Hát úgy érzem, hogy egész jól sikerült ahhoz képest, hogy nem ezekre számítottam. József Attilát szerettem volna, de azért Petőfi is úgy érzem, hogy jól sikerült. Még szerencsére tegnap átnéztem a hozzátartozó történelmi hátteret meg a verseit, úgyhogy így nem volt olyan nehéz írni róla. Úgy érzem, hogy azért a többihez képest még ez volt a legkönnyebb, legalábbis számomra. Bátyád fényképe ott volt a megfelelő helyen? Igen, ott volt, közben le is esett, féltem is, hogy majd gyanút fognak, hogy esetleg puskázok vagy valami, de fölvettem, aztán nem volt semmi gond. I was born
Az elmúlt héten koptatták utoljára a középiskolák padjait a végzős diákok. Lezajlottak a szerenádok, pénteken pedig bolond ballagok maskaráikkal színesítették városunk utcáit. A szerenádon már túl vagytok, milyen volt? Nagyon jó volt. Mindenhol borzasztó volt. Nagyon jó volt, elfáradtunk. Mit csináltatok, merre jártatok, hány helyre mentetek? Hét helyen voltunk, délután 3-tól este majdnem, hogy 9 utánig mászkáltunk. Utána még elmentünk közösen fülni tovább. Mindenhol pogácsát tettünk, tényleg ez érdekes, lehet, hogy ez valami hagyomány, de tényleg, hogy mindenhol sajtos pogácsa volt, meg vörös bor. Meg fehér bor is volt. Érettségi. Hát még nem készültem igazán. Majd vasszor. Szerintetek menni fog azért? Persze. Sikerül a mezőnek minden. Milyen volt ez a hét, gondolom, szerenád, merre jártatok, mit csináltatok, hogy sikerült? Kicsit fárasztó volt, de végül is megérészen nagy buli. A tanárokat meglátogattuk, énekeltünk nekik, sajnos a lakótelepen lakó tanárok rokona, illetve szomszédai nem vették túl jó néven az éneklésünket, de úgy érzem, hogy ez megérés egy nagyon jó buli, amellett, hogy fárasztó, de azt hiszem lesz időnk kipihenni magunkat. Ez a nap egész jó kezdődött, látom, itt be vagytok öltözve. Mi lesz a folytatás, mi lesz még ma a program? Hát úgy döntöttük, hogy elmenünk a Szabadságtérre, hogy gyülekezünk, és ott sok jelenleges emberkével találkozunk, és megyünk a városra járjuk.
Az érettségire fel vagytok már készülve, vagy egy kicsit tartatok tőle? Persze, hogy nem. Az igazság, hozzá kell tenni, hogy erre már 4 éve készülünk. Tehát folyamatosan készülünk, úgyhogy reménykedünk. Nem szedik a medgyet, nem szedik a medgyet, de leles kosárba. Ez az utolsó hét, ez már bevágó. Rokosak vagyunk. Mi mindent tudunk, olyan nincs. A 11. évfolyamos tanulók még önfeledten készülődtek a ballagásra szombat reggel, hiszen nekik hátra van még 1 év, így idén csak az osztályok díszítésére kellett koncentrálniuk. Ennek a 4. osztályán honnan sikerült a virágokat beszerezni? Nem tudom, sok osztálytársunk hozta otthonról, vagy vették, de mi például tegnap állattuk, aztán körülnéztük a környéken, és így legyestük, szóval... Tehát volt ez a klasszikus virágrafa. Igen. És nem irigyétek a 4-eseket, vagy inkább sajnáljátok őket, hogy vége a sulinak? Hát mégis, nem is. Sajnáljuk is őket, hogy itt hagyják, de irigyeljük is őket, hogy nekik már vége van. És az érettségitől ti nem féltek, ha belegondoltok most ebben, hogy jövőre mi vár rá? De hogy ne. Nagyon. Szerintetek most lehet, hogy már tudtok ti érettségizni? Ugyanakkor ki van zárva. Kaptunk az alsó osztályoktól is virágokat, és vettünk virágot. Lopni nem loptunk. A 4-esek hétfőn érettségiznek. Sajnáljátok őket, vagy irigylitek, hogy vége ennek a 4 évnek? Szerintem majd egy hét múlva fog őket irigyelni, hogy már ők végeztek, de most nem lennék a helyükben. És nem sajnáljátok, hogy elmegy ez a 4. évfolyam, tehát nem tudom, mennyire voltatok velük jóba, most ti lesztek jövőre 4-esek? Hát biztos meg fog változni az iskolának a légköre. Sokat jelentettek. De lehet, hogy jobb lesz, mert ti lesztek most az iskola urai, nem? Hát, urai? Nem hiszem. Hát a tanárok után. Igen. Szombat délelőtt a rossz idő ellenére összegyűlt a vén diákokat ünneplő tömeg a középiskolákban. Bár még az első napokban az ismeretlenség, a bátortalanság volt a uralkodók közöttük, örülünk annak, hogy beváltották hozzájuk fűzött reményeket. Mindenki életében nagy pillanat a ballagás, hiszen lezárul egy életszakasz. Ám ezután még vissza van az igazi kihívás, a hétfői érettségi.
Thank you.